Szergei, a mérkőzés előtt mondtad, hogy egy nagyon nehéz találkozóra számít, az talán az eddigi legnehezebbre a három közül. Igazad lett, hogy élted meg ezt a mai meccset? Igen, tehát tudtam, hogy a Haladás az nagyon jó csapat. Tehát játszós csapat, nem volt könnyű, nekünk kellünk játszani. Én azt mondom a meccsről, hogy az első fél időben nekünk voltak az ígyszereket, azt a kopofát, meg voltak a lehetőségek. A második fél időben viszont nekik voltak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy reális, ez az X, és nekünk ez az egy pont, az nagyon érdekes. Nagyon nehéz ilyen szervezett csapat ellen játszani? Nem könnyű, igen. De nekünk, én mindig azt mondom, hogy nekünk az a saját játékot kell játszani. Ma sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztünk, de nem baj, nézzünk előre, és akkor már a szerdán próbáljunk kijövíteni. Nem lesz egy egyszerű menet, hiszen most az ország másik végébe kell utazni, vasárnap újabb bajnoki. Tudjátok frissíteni ilyen rövid idő alatt a játékosokat? Plusz még az utazás is ugye benne van. Igen, tehát megpróbáljunk most rotálni egy kicsit, aki többet játszott, most megpróbáljunk, hogy ki milyen állapotban lesz, az majd holnap után meglátjunk, de mindenféleképpen friss játékosokat most kell küldeni a pályára, mert így a harmadik napra játszani, az nagyon nehéz. Ugye próbáltad menet közben átszervezni a csapatot, picit frissíteni is, cserékkel is, talán most nem működött olyan jól, mint a Dorog ellen? Én úgy gondolom, hogy igen, most nem annyira jobb szálltak be a cserék. Nem tudták ezt elindítani, tehát a ritmus, amit gondoltam, hogy jönnek a friss játékosok, és akkor már egy kicsit gyorsabban fogunk játszani. De összességben mondom, én elégedett vagyok a fiúkkal, mert minden megtettek, hogy tehát van ilyen a meccsek, amikor, tehát most sajnos nem tudtunk nyerni, de ez azt mondom, hogy az ilyen csapat ellen az egy pont, az nagyon érdekes. 0-0 lett a végeredmény, adott a kérdés ilyenkor Németh Szabolcs felé, félig tele a pohár, vagy félig üres? Én azt mondom, hogy félig tele van a pohár. Eljöttünk a Nyíregyháza, az aki eddig 100%-os volt, megállítottuk őket ebben a sorozatban, hazamegyünk kapott gól nélkül, úgyhogy azt gondolom, erre mindenképp büszkék lehetünk, azon viszont továbbiakban sokat kell dolgoznunk, hogy az adódó helyzeteinket kihasználjuk, mert ha reálisan nézzük a meccset, gólokkal kellett volna nyernünk. De azt mondta a mérkőzés előtt, hogy kulcsfontosságú lesz, hogy a magas játékosokat kikapcsolják a Nyíregyházánál. Úgy tűnik, ez sikerült főleg a második félidőben. Az első félidőben volt két helyzete a Nyíregyházának pontrugás után. Erre készültünk, de én azt gondolom, hogy ezt is jól megoldottuk. Nagyon szervezetten játszott ma a Haladás. Azt kapta a játékosoktól, amit várt? Igen, jól felkészültünk a Nyíregyházától. Én azt gondolom, a mezőnyben azt kaptuk, az írásra sikerült föltennünk a pontot.